Sziasztok, nagyon percek nézők, ez itt az NFL Makogó. Jöhet a vasárnapi menüsornak az átbeszélése. Ugye a csütörtöki mérkőzésen nem sikerült eltalálnom a Panthers sikerét és handicapes teljesítését, úgyhogy 11-5-1-re romlott a mérleg, ugye a handicapes az jelen pillanatban a nem túl szép 7-10-zel áll, de hát ugye itt a szezon elején az alacsony mintára még tudok támaszkodni, alapjáraton azért a handicapeknél egy picivel 50% fölötti mérleggel már elégedett kell, hogy legyek, de értelemszerűen a cél azért egy ilyen 53-54% lenne. Nem nézett ki túl jól Cam Newton, és olvastam egy jó tweetet a témában, hogyha az irányítodat úgy játszod, mint egy futójátékos, akkor valószínűleg a karrier íve is olyan lesz, mint egy futójátékos. Én picit féltem jelen pillanatban Cam Newtont attól, hogy közeleg a vég nála, és nem csak arról van szó, hogy két mérkőzés alatt volt 4 futójátéka, meg nem adták oda neki 4. és rövid szituációban, hanem arra, hogy a dobása is elképesztően rosszul néz neki, nyilván nagyon-nagyon fáj a válla, és szinte biztos, hogy nem 100%-os, de ez nagyon aggasztó. És hát a Panthers ugye 0-2-vel kezdi a szezont úgy, hogy mind a két mérkőzésüket hazai pályán játszották. A Rams ellen ki lehetett kapni, a Buccaneers ellen egy rövid héten azt hiszem, hogy nem kellett volna nekik. Úgyhogy meglátjuk, mi lesz a sorsuk ebben a szezonban. Na nézzük a hétvégi, vagy a vasárnapi menüsort, ugye a hétfő esti mérkőzésről külön fogok majd beszélni, tehát a Jets-Browns itt nem került terítékre. Baltimore Ravens-Arizona Cardinals meccs 7 órától. A Cardinals ugye Cliff Kingsbury megérkezésével egy ilyen air raid típusú támadó játékot próbál meghonosítani, amit mondjuk egyetemi bajnokságban még csak-csak elfogadunk és megszokunk, de azért az NFL-ben viszonylag ritka. Azt hiszem, hogy az eseteknek több mint felében, amikor legalább 4 elkapó volt a támadó csapatban a pályán, az egész NFL-ben a nyitó héten, akkor a több mint felében a Cardinals okozta ezt a legalább 4 elkapót. Kyler Murray bármerre néz elkapókat lát, ez a jó hír számukra, nyilván a rossz hír az, hogy a megvédésében például lesznek majd gondok, és viszonylag gyorsan szabadulnia kell a labdától, elég sok passzát egyébként leütötték a falban. Hát a Ravens egészen hihetetlenül kezdte a szezont, én ugye viccelődtem azzal, hogy azért komoly véleményekkel, az erejükkel kapcsolatban még várjunk, és nézzük meg, ahogy mondjuk egy NFL csapat ellen játszanak, és nem a teljesen széthulló Miami Dolphins-t tönkreverik. Nem lesz egy igazán jó teszt Lamar Jacksonnak a Cardinals se. Ennek ellenére én úgy gondolom, hogy ha a Ravens meg is nyeri ezt a mérkőzést hazai pályán, a 13 pont az sok. És itt egy picit túlértékelést látok a nyitó hét miatt. Lesz egy touchdown különbség, akár 10 pont különbség a két csapat között, de nem hiszem azt, hogy Jacksonnak megint tökéletes irányító ratingje lesz, és szerintem a Cardinals ugyan borzasztóan nézett ki az első fél időben a Lions ellen, a második fél időben egy NFL csapat képét mutatták, akik majdnem megnyerték a meccset, szóval a Cardinalsban azért látok annyit, hogy itt meccsben legyen abszolút, és akár mondjuk egy egyenlő állásért támadjanak mondjuk mínusz 7-nél a meccs végén. New York Giants, Buffalo Bills, azt hiszem, hogy a legjobban bűzlő találkozó az egész hét kínálatából. Hát a Bills egy őrületes fordítást hajtott végre a Jets ellen. Ugye 16-0-ra égtek, aztán zsinórban felpakoltak 17 pontot a táblára. Jól néz ki a secondary, jól néz ki úgy igazából a teljes Bills védelem. Ugye ugyanez nem mondható el a New York Giantsről, akik valószínűleg a leggyengébb védelemmel rendelkeznek az egész NFL-ben. Semmi passz siettetés nincs. A secondary-ben a 35-36 éves Antoine Betey kergette a Cowboysnak a elkapóit 3-4 méter lemaradással. Úgyhogy gondban lesz a Giants. Viszont én úgy gondolom, hogy itt egy picit megint a túlértékelés az első héthez képest, amiről itt beszélünk. A Bills idegenben 2 pontos favorit, ami azért engem valamelyest meglep. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy
semleges pályán 5 pontos favorit lenne a Bills, és Buffalo-ban 8 pontos favorit lenne a Bills. Ha meglátnék egy Bills minusz 8-at a Giants ellen, akkor azt azért kirőgném. Úgyhogy ennek hatására én a Giants oldalát választom. Szerintem a támadósorban noha tényleg nincs Tate, most Shepard se fog játszani. A Giants oldalán azért vannak fegyverek. Evan Engram, ami felé ment, mindent elkapott. Saquon Barkley, láttuk, volt egy fumble, de aztán utána rögtön egy 60 yardos játékkal javított. Szóval, hogyha Eli Manning egy icipicit megőrzi a labdát, és mondhatom azt, hogy jobban megőrzi a labdát, mint Josh Allen, akkor szerintem a Giants ezt a meccset megnyerheti. Én a Giants oldalát választom, mind a handicap, mind pedig a győztes terén. Aztán, hogyha a Bills a két New Yorki csapatot elintézi két hét alatt, akkor se leszek túlzottan meglepett. Washington Redskins, Dallas Cowboys. A következő mérkőzésünk egy divízió rangadó. A Redskins sokáig ott lógott az Eagles nyakán, sőt mondhatom azt, hogy sokáig vezettek az Eagles ellen, aztán jött a fordítás Vencéktől. A Cowboys egy nagyon komplett csapat képét mutatta az első héten a Giants ellen, igazából se a támadó oldalon, se a védő oldalon nem láttam semmi kiugró a negatív dolgot. Alapvetően a Redskins-t az alsó 10 csapatba lövöd be, a Cowboys pedig ugye például a Trestol kerül sorrendjében a legjobb 5-be emeltem így az első hét után. Ugye Darius Guys megint kiesett, ugye tavaly az egész azon kihagytam, most 8-7-es sérült listára tették, úgyhogy kénytelen kelletlen Adrian Petersonnak mindenképpen futkároznia kell majd. Keenum egy olyan játékos, aki el tudja menedzselgetni a meccseket, hát például a Vikings-en ugye láttuk ezt még 2 éve, de az olyan védelmek ellen tudja elmenedzselgetni a meccset, akik hajlamosak engedni azt, hogy elmenedzselges egy átlagos irányító ellenük a meccset. A Cowboys szerintem nem fogja ezt engedni, és noha a Redskins védelméről azért tudok pozitív dolgokat elmondani, szerintem a Cowboys egy olyan galoppal, akit láttunk az első héten, és aki tényleg készen áll arra, hogy előrelépjen Amari Cooperrel, Zeke Elliott-tal, tight end játékkal, tehát mind Jarvin, mind Witten azért meg volt egyszer-egyszer találva, szerintem képes lesz a győzelemre idegenben. A mínusz 6 pont az a határ, amire azt tudom mondani, hogy szerintem a Cowboys elviszi. Látok egy 27-17-es meccset, tehát valami ilyesmire számítok a Cowboys részéről, úgyhogy az idegenbeli handicapet vinném. Tennessee Titans, Indianapolis Colts, ha már csoportmérkőzések jön, 2 zsinórban most egymás után itt az AFC déli csoportjából. A Titans ugye mindenkit sokkolt azzal, hogy tönkreverték a Browns-t. Ennek ellenére én tartok tőle, hogy ez egy jól felfújt lufi most a második hétre, ami könnyen kidurranhat. Inkább a Browns-t érzem úgy, hogy sokszor lából lőtték magukat. És Mariota rendben van, hogy végül is szép számokkal zárt, de egyáltalán nem játszott jól. Egyáltalán nem úgy osztotta a labdát, hogy most, mint hogy mondjuk Dak Prescott. Tehát, hogyha már valami nagyjából hasonló kaliberű irányítóra gondolunk, Prescott azért nyilván előrébb van, de azért Mariota az a kategória, hogy úgy azért meglepődsz nála, hogyha van mondjuk 3 touchdown a neve mellett. Szerintem a Colts sokakat meglepett azzal, hogy a Chargers ellen ilyen jól játszottak, hosszabbítást harcoltak ki, aztán ugye igazából végigvitte a Chargers támadást, esélyük se volt, hogy bármit csináljanak. Nagyon sok szerelést rontott a Colts védelme, és ez azért Derrick Henry-ek ellen problémás tényező lehet. Szerintem a 3,5 pont az abszolút a helyén van. Én ezen a mérkőzésen nem nagyon tippelnék, nem nagyon fogadnék, tippelnem muszáj lesz a videóban. Van egy régi sportfogadói mondás, hogy ha nem tudsz dönteni, akkor vidd az underdogot és a pontokat, úgyhogy én a Colts-ot viszem, ezt a 3,5 pontot. Jacoby Brissett jobb volt, mint aminek gondoltam, aztán lehet, hogy mondjuk majd a Titans védelme ellen kevésbé fog jól kinézni. Szerintem a Colts tud egy field goalon belül maradni. Ez a mérkőzésben is belelátom, hogy hosszabbítás lesz mondjuk, és mondjuk ott nyer a Titans, vagy épp nyer a Colts. Én a Colts győzelmét és a 3,5 pontot mondom.
Texans Jaguars, puha. Egyfelől a Texans egy fantasztikus meccset játszott a Saints ellen, nagyon kevés hiányzott nekik, hogy ellopjanak egy győzelmet New Orleansból. Másfelől a Jags ugye elvesztette a kezdő irányítóját, nem lesz AJ Bouye, nem lesz Yannick Ngakoue, tehát a védelemben két fontos puzzle darab. Ngakoue még valamelyest azért pótolható, mert ugye érkezett Josh Allen, visszatér Marcel Darius, tehát a védőfal szerintem nagy probléma nem lesz. A secondaryben azért láttuk, hogy így is azért elég sokszor megégtek a Chiefs ellen, de az a Chiefs ellen volt. Viszont a Texans képes olyan támadó játékra, mint amit a Chiefs csinál, és ezt halál komolyan minden irónia nélkül mondom. Ugye 8,5 pont jelenleg a handy, ez talán 9 és 9,5 is volt a hét elején, tehát annak ellenére, hogy azért a Texans milyen szépen helytállt a Saints ellen, a Jaguars oldalára jön be pénz. Nem tudom, hogy Gardner Minshew ennyire meggyőző volt-e. Az tény, hogy nagyon összeszedettnek nézett ki újonc létére, és ugye 7 újonca lett a Jaguars csere irányítója, most már kezdő irányítója. A szívem mondja azt, hogy én szeretném, hogy 8,5 ponton belül legyen a Jags, úgyhogy a Texans győzelmét mondom, de a Jaguars handicapjét mondom, és reménykedem abban, hogy Minshew tovább viszi ezt a formát, és meccsben tartja majd a Jacks-et annyira, hogy 4 ponttal kapjanak ki, vagy egy touchdown-nal kapjanak ki. Nem ezt a meccset kell megnyerni a Jaguarsnak, hogy még valamelyest versenyben legyenek a rájátszásért, a wildcard helyért, hanem nyilván úgy kéne visszaadni ezt a csapatot Foles-nak, hogy mondjuk 4-5-tel állnak. A Texans pedig, hát ahogy jelenleg állnak a dolgok, el fog szaladni ezzel a divízióval, tényleg nagyon-nagyon impresszív játékot mutattak az első héten. Lions Chargers a következő mérkőzésünk. Kiről beszéljek először? Kezdjük a Chargers-szel. Hát megköszönhetik a Colts-nak, hogy végül is sikerült nyerniük. Nagyon-nagyon necces meccs volt ez a Chargers-nek. Austin Eckler olyan meccset játszott, ami Melvin Gordonnak egy jó üzenet. Ki is jött a hír, hogy Gordon vissza fog még térni idén. Kérdés, hogy kell-e a Chargersnek, hogy ő visszatérjen, nyilván egy elképesztő running backről van szó, de Eckler bizonyította, hogy azért egy cserefutóval is lehet meccset nyerni, ha esetleg nem lett volna elég James Conner a tavalyi szezonban. Aggasztóan sok a sérülés a Chargersnél, és szerintem az egész ligában nem találunk még egy olyan csapatot, aki hosszú évek óta ilyen sérülés hullámmal rendelkezik. Ugye Derwin James alapból sérült volt, Okung sérült, kiesett most Hunter Henry a Titanjuk hosszabb időre, ugye nincsen Gordon, de ennek ellenére azért a Chargers egy veszélyes csapat szerintem. És ugye tavaly ilyen kicsit sneaky pickként megjelölve próbáltam őket betolni a Super Bowlba, ugye a két Los Angeles csapat volt a tavalyi Super Bowl tippem, az egyik része jött csak be. Valamiért én úgy érzem, hogy amíg Eli Manningekről, meg Ben Roethlisbergerekről kezdjük azt mondani, hogy hát igen, mennek lefelé, kiöregedő felé vannak, Philip Riversben van még, ezen kívül még legalább egy nagyon jó szezon. Nekem ez az érzésem. Szerintem a Chargers képes lesz egy nagyon jó mérlegre. Az más kérdés, hogy nyilván van ez a Chiefs elleni két meccsük dönti el, hogy hol végeznek a divízióban. A Lionsnél kicsit úgy érzem, hogy egy megnyert meccset engedtek ki a kezük közül. Matt Patricia szerintem nem, tehát nyilván ez most csak az én véleményem, és ezt nem fogom tényként kijelenteni, de ő szerintem egy sokkal jobb koordinátor, mint egy vezetőedző. És vannak ilyen emberek, akiket kinevel, hát ugye Gus Bradley a másik tipikus példa. Lehet, hogy koordinátornak nagyon-nagyon jó agya van, és egy csapat részért elképesztően jól tud felelni, de amikor a teljes bogást kéne kontroll alatt tartani, akkor ott egy picit összeesnek a dolgok. Ne legyen igazam, és szedje össze a Lions-t, mert azért valószínűleg a Lions drukkerek várják hosszú évek óta, főleg ebben a divízióban, hogy valami történjen velük. Nem egy jó szezon kezdés az, hogyha a Cardinals ellen leigszelsz.
igazából bármilyen, bocsánat, bármilyen X1 szezon kezdése nem egy jó kezdet. Szerintem a Chargers nyerni fog. A Lions képes meglepetést okozni, szerintem lesz egy-két olyan meccsük, amikor mindenki átnéz majd felettük, akár a Vikings, Packers, Bears 3-asan a csoportból, és utána wow, nyert a Lions 20-17-re, vagy valami ilyesmi. Ezt belelátom a Lionsbe, hogy a 6 csoport meccsükből mondjuk legalább 3-at megnyernek, és nem is feltétlenül otthon, hanem a Lambeau Fielden megverik. Olyan csapat tipikusan a Lions, akik, hogyha nagy meglepetést okoznak, akkor így, hát a Lions, ez egy jó csapat tud lenni néha. Képesek jó teljesítményre. A Chargers a tippem, és a Chargers minusz másfél a tippem. Ez a meccs lehet, hogy pikem lesz, mire elkezdődik, talán 2,5-ről indult. Packers-Vikings, ha már beszélgettünk itt a csoportról, hogy ezt a meccset láthatjátok a Sport 2-n, Ricsi és Mark, talán Ricsi és Mark fogja közvetíteni. A Vikings ugye azért egy érdekes kérdés, mert 10 darab passz kísérletük volt a Falcons ellen, de ugye bőven elegendő volt ez egy győzelemre, Cousinsnak nem nagyon kellett megszakadni. A védelem, a speciális egység és a futójáték volt, ami igazából megnyerte nekik ezt a mérkőzést. Delvin Cook végre 100%-os egészséges, nagyon jó volt ezt látni, és nekem szomorú ezt látni, hogy az Elvin Kamarák, a Delvin Cookok, a nagyon robbanék, hogy másodpercek alatt, sőt tized másodpercek alatt felgyorsuló futójátékosok mikre képesek, és akkor nézzek egy Leonard Fournette-et, aki meg egy jó nagy darab csávó, mondjuk most ugye fogyott egy 10 kiló, de hogy azért kicsit lassabban gyorsul fel, hogyha ez így érthető. A Packers igazából a touchdown drive-jukat leszámítva egy elég zombi támadó sor volt a nyitó meccsen. Ez némileg ugye a Bears védelmének is köszönhető, némileg meg annak, hogy próbálták a futójátékot lenyomni a Bears torkán. Rodgers alig végzett 200 yard felett, és hát összességében két nagyobb passza volt, amire azt lehet mondani, hogy igen, azok úgy a helyén voltak. Engem valamelyest meglepett. De ugye nem feltétlenül tudjuk, hogy tényleg ki a második számú elkapó ebben a csapatban. És ez talán ki is jött, hogy Adams volt az egyetlen megbízható receiver. Jó mérkőzést várok, tipikusan jó azért a Packers-Vikings találkozó, tovább ugye játszottak egy döntetlent is. Minusz kettőféle handicap, tehát a fogadóirodák fél ponttal jobbnak gondolják a Vikings-ot semleges pályán. Ugye ez a minusz 3, amit szoktak adni a hazai csapatnak. Én elviszem a Packers-t és a minusz 2 felett, illetve hát természetesen a győzelmüket is. És ez egy óriási fegyvertény lenne Rodgersnek, hogyha 2-0-al kezdeni a szezont úgy, hogy megverte a Bears-t és megverte a Vikings-ot. Ezért két csoportrivális ellen két győzelemmel kezdeni az tényleg megsüvegelendő. A Vikings pedig szerintem addig megy, ameddig Kirk Cousins viszi őket, mert ennél jobb elkapó duója nem tud lenni egyetlen irányítónak sem. A védelemben azért vannak nagy nevek, akik képesek villogni, de hogyha az irányítód olyan, aki kicsit hullámvölgyszerű, és most nyilván nem az első meccsre gondolok, amikor nem volt sok dolga, ott azért lehetnek problémák, és tavaly is voltak problémák. Úgyhogy a Packers-t viszem el valamiért azért, mert Rodgersben jobban bízom, mint Cousinsban. Dolphins Patriots 19 pontos underdog hazai pályán a Miami Dolphins. Ilyet írni még nem láttam, amióta NFL-t nézek és sportfogadok. Ez azt jelenteni, hogy 25 pontos favorit lenne hazai pályán a New England Patriots. 25, több mint 3 touchdownnyi különbséget raknak a két csapat közé, ha New Englandben lesz mérkőzés, játszanak majd egymás ellen. 19 pont az nagyon sok. És nekem mindegy, hogy melyik két NFL csapatról beszélünk, jelen esetben talán a legjobb és a legrosszabb, mert hát valljuk be, hogy jelenleg így áll a helyzet, 19 pontot nem tudok így oda tenni, hogy akkor azt én elviszem. Tavaly volt ugye egy ilyen mérkőzés a Vikings és a Bills között, ahol azt hiszem 17 pontos hazai favorit volt a Vikings és kikapott. Nem azt mondom, hogy a Dolphins nyerni fog, de aki azt a 59-10-es eredményt várja, ami volt az első héten, az szerintem csalódni fog.
mert nyerhet a Pets 20-szal. Nem erről van szó. Simán nyerhetnek. Már a fél időben vezethetnek 20 ponttal. De nekem az az érzésem, hogy azért a Dolphins egy ilyen vereség után némileg összeszedi magát, és tudom jól, hogy a félcsapat az elcserélését kérte az első meccs után. Többek közt ugye Minka Fitzpatrick is ki lett rakva a piacra. De szerintem, tehát hogyha most két touchdown különbség lesz, akkor nem, az is egy tisztes távolság, és nem arról van szó, hogy akkor földbe lettek volna gyalulva. Szerintem bárki játszana bárkivel az NFL-ben, én a plusz 19-et kérem. Úgyhogy itt ez a helyzet. A Patriots nyerni fog, de 19 pont az nekem sok. 19-0-val indulunk, gondoljatok ebbe bele. És ha már egy touchdown-t összehoznak Fitzpatrickék, az már kvázi azt jelenti, hogy akkor 27 ponttal kéne reagálni a Patriotsnak erre. Szóval plusz 19 a Dolphins oldalán, nem tudok mit mondani, nekem ez sok. És ha nyer a Patriots 30-al, akkor is ezt fogom mondani, hogy attól még sok volt a plusz 19. Steelers Seahawks, ez is egy nagyon jó mérkőzés itt a 7 órás sávból. Mind a két támadósor borzasztóan kezdte a szezont. A Seahawks ki tudott menekülni a győzelemmel a Bengals ellen, a Steelers pedig hát tényleg előszezon formában futballozott a Patriots ellen, nagyon-nagyon simán kikaptak, és hát nyilván elindultak a találgatások, hogy mennyi maradt még Roethlisbergerben. Én nem csak az ő nyakába varnám ezt, tehát harmadik és rövid szituáció, meg negyedik és rövid szituáció, és egyrészt konzervatívak, másrészt field goal, tehát nekem, én ezeket egyszerűen nem tudom megérteni, és Tomlin nálam tényleg az az edző, aki egy rossz szezon után ki lesz rúgva a Steelersnél. Sőt, egy ilyen meglepetés kirúgást is belelátok a sztoriba, hogyha 3-5-tel állnak mondjuk, vagy 2-6-tal állnak. Nem mondom, hogy annyival fognak, de hogyha így alakulna a szezonjuk, akkor benne van, hogy kirúgják. Mike Tomlin ebben az évtizedben rájátszás meccset vesztett Tim Tebow, Joe Flacco és Blake Bortles ellen. Ezen gondolkodjon el mindenki. Nem tudom azt mondani, hogy a Steelers oldalát viszem, mert semmit nem mutattak az első héten, ami azt mutatná, hogy ez a csapat, ez a rájátszásért fog küzdeni idén. Úgyhogy plusz 3,5 a tippem a Seahawksnál, és szerintem nyernek. Szerintem idegenben nyerni fog a Seahawks. Ott se nézett ki annyira jól a védelem, azért Andy Daltonnak nem tudom mikor volt ennyi yardja utoljára, de szerintem azért ott hosszú távon inkább kijön, hogy a jó oldalán van a liga rangsorában a védelem, mint a rosszon. És a Steelersnél még csak ezt sem tudom elmondani, hogy majd tradicionális módon a védelemben bízhatnak idén, hogyha a támadósor gyengélkedik. Seahawks, plusz 3,5. És szerintem meg is nyerik ezt a meccset a Heinz-Fielden, ez a tippem. Az utolsó 7 órás meccs a Bengals 49ers mérkőzés. Hát mind a két csapat nagyon nyögvenyelős meccset játszott. A Bengals ugye végül alul maradt a Seahawks ellen idegenben, a 49ers pedig ugye kimenekült egy győzelemmel Tampából. És ez is egy pick-em-szerű meccs. Most jelenleg mínusz 1 a Bengals, ahol én nézem. Ugye talán a múlt héten is vagy pick-em volt, vagy mínusz 1 volt a Tampa, valahogy így változott a hét. Ott is akkor a 49ers húztam be, és most is a 49ers fogom beúzni. Úgyhogy a plusz 1-et, a plusz 1-es oldalt viszem, és így a győzelmüket. Nem volt meggyőző Jimmy Garoppolo. Nyilván nem lehet azt várni a 49ers védelmétől, hogy megint két pick six-et csinálnak majd. Még akkor is, hogyha Andy Daltonban abszolút benne van az, amit James Winston csinált ellenük. Ugye érdekes, mert a Bengals a nyugati partról repül vissza, majdnem a keleti partra, tehát azért ez egy nem alábecsülendő dolog, hogyha itt majdnem az egész országot végig kell utaznod egy hét alatt. És ugye rengeteg csapat szenved, főleg amikor nyugatra mennek, de ugye a 49ers ugye alapból ott volt Floridában, tehát nekik ez egy rövidebb út kvázi, mint a Bengalsnak a hazai pályájára, úgyhogy nem annyira
nagy probléma ez most nekik, hogy, hogy Cincinnati-ben lesz a mérkőzés. Sokkal nagyobb gondban lettek volna, hogyha San Francisco-ból kéne repülni. Ez egy kicsit alulértékelt szegmense a futballnak, de azért erre érdemes figyelni, hogy akkor most ki honnan repül, hova, főleg, hogyha mondjuk Monday night vagy Thursday night meccs van, ahol ugye rövidebb vagy épp hosszabb hét van. A Bengals nem nézett ki rosszul támadásban, de ugye ez pontokban annyira nem nyilvánult meg, hogy sok yardot csináltak, Russ előkerült az elkapó sorban, ami egy nagyon örömteli tényező. Ugye Mixon, ha jól tudom, akkor nem fog játszani, mert hogy volt egy sérülés, ebben biztos vagyok. Most az jó kérdés, hogy ha nagyon akarnám, meg tudnám nézni, hogy fog-e játszani. Szerintem a 49ers védelme a nagyon gyenge kategóriából egy átlagos, vagy talán átlagon picit felülévé változhat ebben a szezonban. Ez megint csak teljesen szubjektív dolog a részemről. Nyilván a két pick six egy olyan dolog, ami ezt mondathatja velem. És szerintem a Niners meg fogja nyerni ezt a mérkőzést idegenben a Bengals ellen. Raiders Chiefs, már a 10 órás sávban vagyunk. A Raiders nagyon jól nézett ki. Ugye a probléma, hogy elvesztettek két játékost a secondaryből. Ugye Garyon Conley és Jonathan Abram esett ki, ők ugye pont egymással ütközték, és akkor még nem tudtuk, hogy Abram is le fog sérülni, sőt, akkor már sérülten játszott gyakorlatilag, és ugye ő az egész azon ki fogja hagyni, Conley még visszajött, akár már ezen a meccsen játszhat, hogyha minden igaz. A Chiefs ellen az nagyon nem fér bele, hogyha... És tudom, hogy ott van azért Joyner, aki fogja pótolni majd Abramet, meg hát értelemszerűen azért beszéltünk erről, hogy ugye három safety-vel játszik kvázi a Raiders, és őket kell majd valahogy rotálni. Szóval Abramnek a sérülését alapvetően túl lehet élni. A kérdés, hogy benne van-e a támadó sorban egy olyan játék, mint amit mutattak a Broncos ellen, mert Jacobs nagyon összeszedetten futkározott, még hogyha átlagban nem is nézett ki így, de lehetett a futójátékra támaszkodni, és Carr pedig nagyon szépen dobálta a passzokat igazából. Ugye a Tyra Williamsnek kellett fellépni a első számú elkapóvá Antonio Brown távozása után. Ez egy csapdameccs egy picit a Chiefsnek, főleg Tyreek Hill nélkül csapdameccs, de hogyha Sammy Watkins ugyanazt hozza, amit hozott az első meccsen, hogyha ugyanazt nem fogja hozni, azt azért aláírom, de hogyha egy ilyen 100 yard körül teljesítményt hoz, az talán elvárható. Kelsey-re nem tudom, lesz a megoldás a Raiders oldalán, és hát Patrick Mahomes gyakorlatilag a liga legjobb irányítója, most már kimerem jelenteni. Tudom, hogy kellenek fegyverek ahhoz, hogy valaki a legjobb iránytő legyen, de Mahomesnak megvannak a fegyverei, úgyhogy ezt nem vehetjük el tőle. A Chiefs győzelmét és a 6,5 pontos handicapjüket tippelem erre a mérkőzésre. Broncos Bears, ugye Vic Fangio régi csapata ellen, ugye egy olyan vezetőedző van a Broncosnál, aki eddig a Bearsnél dolgozott védőkoordinátorként, tehát ismeri ezt a Bears védelmet, és ismeri, hogy hogy lehet támadni ezt a Bears védelmet. A kérdés, hogy a Broncos támadójátéka képes-e megtámadni ezt a Bears védelmet, ebben nem vagyok biztos. Flacco akkor kezdett el kinézni NFL irányzónak, amikor már a mérkőzésnek nagyjából vége volt, és el kellett mindenképpen kezdeni hosszabb passzokat indítani, akár Sanders, akár például Deshaun Hamilton irányába. Kicsit az az érzésem Flacco-val kapcsolatban, hogy a gyengébb csapatok ellen ő elég lesz, és a Broncosnak össze tud majd szedni 5-6 győzelmet, de nekem hosszú távon kevés, amit ő mutat, úgyhogy az az érzésem, hogy a Bears idegenben nyerni fog, főleg úgy nyerni fog, hogy le kell vetkőzniük egy siralmas nyitó mérkőzést, és Trubisky ugyan nagyon rosszul nézett ki, de azért ennyire szerintem nem rossz ő. Úgyhogy hát egy alacsony pontszámú meccsen is képes lesz a Bears nyerni és hozni a -2 pontot. Cortland Sutton-t kell, meg Sanders-t valahogy levenni a pályáról, és Trubisky-nál, ha csak kevesebb hibával játszik, mert végül is ugye egy pikje lett a Packers ellen, de lehetett volna 4 is, akkor szerintem nagy gond nem lesz. Lehet, hogy egy 14-10-es végeredmény lesz, de én a Bears győzelmét jósolom. A forduló talán legnagyobb mérkőzése a Rams Saints, hogyha nem lett volna a két csapat tavalyi
incidens a rájátszásban szerintem akkor is ez lenne a slágermeccs. Óriási ütközet, ugye ezt is adjuk majd a Sport 2-n. Több fegyvere van a Ramsnek támadásban, és mégis úgy érzem, hogy a Saints a veszélyesebb támadósor. Ez egy nagyon, nagyon jó vitakérdés lenne, hogy akkor most melyik támadósorban bíznál, hogyha mondjuk az életed múlna rajta. Breeze egy icipicit döcögött a Texans ellen, ugye dobott egy vörös zónás picket, ami nagyon nem rával, volt egy-két rosszabb passza, de azért a Ramsnél is elmondhatjuk, hogy azért Gurley sokkal kevésbé vette ki a részét a támadásokban, Goff azért alapvetően egy alacsonyabb színvonalat képvisel még, mint amit Breeze képvisel. Igazából azt kell eldönteni, hogy a Kamara, Thomas, vagy a másik oldalon lévő Cooks, Cup, Gurley hármas, ami jobban tetszik, nyilván hogy ott van Jared Cook például még a Saintsben. Nekem az az érzésem, hogy a Saintsnél nem egy véletlen volt, hogy ilyen szoros meccset játszottak, és abszolút el tudom képzelni azt, hogy egy 9-7-es szezonjuk lesz. Úgyhogy én a Rams győzelmét választom, és a mínusz más felett. Nagyon jó meccs lesz, és ezt úgy fogom nézni, hogy közben készülök majd a hajnali Falcons Eaglesre. Szenzációs meccset várok, és lesznek érzelmek, ami nyilván ugye a tavalyi rájátszás miatt fog majd felszabadulni, meg tényleg az NFL két talán legprémiumabb támadósorát, jó, most nyilván ide vehetjük a Patriotsot meg a Chiefset, de akkor a legjobb négyből kettőt lehet majd nézni, és könnyen lehet, hogy ez az NFC döntő lesz ez a találkozó, mert miért ne ismét. Úgyhogy Rams a tippem, és csak azért, mert Breeze szerintem egy lépést lassult, és nem a szoros értelmében, hanem a passzjáték értelmében. Az viszont hihetetlen, ahogy megvédik, tehát az teljesen elképesztő, hogy mennyi ideje van mindig. Falcons Eagles az utolsó vasárnapi mérkőzés, ezt fogom majd közvetíteni hajnali 2:20 perctől vasárnapról hétfőre. Két pontos underdog jelen pillanatban az Atlanta Falcons. Szerintem a szezon múlhat ezen a meccsen nekik. Az az érzésem, hogy nyilván a Vikings ellen egy olyan mérkőzés volt, amin ki lehetett kapni, főleg idegenben ki lehetett kapni, de hogyha 0-2-vel kezdenek, és mondjuk a Saints megveri a Rams-t, akkor óriási problémában vannak, mert azért az NFC-ben nagyon nehéz lesz egy wildcard helyet megszerezni. Alapvetően mindenet tetszik a Falconsnak, tehát nem tudok egy olyan szegmenst mondani az ő csapatukban, amire azt mondom, hogy az gyenge. Jó, persze, kicsit lehetne jobb a pass rush, kicsit lehetne jobb a secondary, sokkal jobb lehetne a futójáték, de alapjában véve, mondom, én még mindig azt mondom, hogy sokan alszanak a Falcons felett. Az Eagles ugye kicsit nehézkesen verte meg a Redskins-t, ennek ellenére két pontos favoritok idegenben, igen. Van egy olyan érzés a lábamban, hogy a Falcons most annyira összekapja magát, hogy viszonylag simán megveri az Eagles-t. Nekem valamiért van egy, tényleg ez az érzésem, hogy Julio Jones elszabadul, 160 yardot elkap, két touchdownnal, Ridley, Sanu hozza a részét, Devante Freeman vagy Ito Smith elszalad majd egy óriási, tehát valami ilyesmit várok, és tudom, hogy az Eagles védelmére ez annyira nem jellemző, de én ezt érzem. És nagyjából a második fél időben jött rá az Eagles egyébként, hogy DeSean Jackson is a csapatban van, és lehet neki 50 yardos touchdownokat dobálni, mert a Redskins védelmében senki nem fogja utolérni. Kíváncsi vagyok, hogy a Falcons ellen működni fog-e ez a fajta passzjáték. Az biztos, hogy az Eaglesnek is rengeteg fegyvere van, és abszolút bennük van, hogy megnyerik ezt a meccset, tehát idegenben favoritok. De ha az Eagles nyer, akkor lehet, hogy komoly gondok vannak a Falconsnál. És egyébként most, hogyha jósolnom kell, hogy esetlegesen ki lesz az a edző, aki mondjuk először lapátra kerül, akkor lehet, hogy mondjuk egy Falcons vereség után Dan Quinn az, akinek majd megköszönik 3 hét múlva a munkáját, vagy a csapat bye week-nél, mert hogyha a Falcons beragad mondjuk egy 1-4-jel, vagy 2-4-jel kezdik a szezont, akkor lehet, hogy Dan Quinnnek ennyi volt. De mondom, Falcons
a tippem, és a plusz 2-es handicap. Úgyhogy ezek a vasárnapi menüre a pikjeim. Szeretnék, mondom, hogy összesekben azért egy 65-70%-ot hozni, a handicapekben egy 50% feletti mérlegre visszaállni, és nyilván a Jets-Browns mérkőzésről pedig majd egy külön videót készítek, bár nem igazán tudom, hogy miért, mert ugye mononukleózis meg minden egyéb a Jets oldalán nagyon szépen fellökte a handicapet 2 félről 6,5-re, úgyhogy ezért lehet, hogy a Brownsnak egy kicsit könnyebb dolga lesz. Ez már egy másik videó témája, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, dobjatok egy lájkot, ha tetszett a videó, iratkozzatok fel mindenképpen, hogy az egész évben nézhessétek és értesítést kapjatok a videóimról, és találkozunk a következő NFL Makogóban. Jó meccsnézést kívánok vasárnapra, jó fogadást, jó tippelést, aki hol játszik, jó fantazit mindenkinek, és nézzétek természetesen a Sport 2-t, hiszen este 7-től nagyjából reggel 5:30-ig lehet majd minket nézni. Köszönöm még egyszer a figyelmet, sziasztok!